over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. There's just more pain to burn. They'll never, never,
To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Hallo, hallo, hallo.
Hát szép napot kívánok mindenkinek, gyönyörű szép pénteket. Megérkeztem. Hello, Szarvas Twitch. Szia, Liz. Hello, hello, szép jó napot mindenkinek, és egy kicsit kukkolok. Szia, Robi. Hello, hello. Mindenkinek tényleg csodálatos pénteket kívánok. Hú. Mivel is kezdjem? Kezdem a legelején. Egy borzalmas éjszakán vagyok túl, úgy hívják, hogy migrén. Azt hittem, hogy meghalok, de én még mindig itt vagyok, úgyhogy ne várjatok tőlem csodát, de igyekezni fogok, hogy a lehető legnagyobb szórakozást nyújtsam, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Hello, Robi, hello. Láttam ám. Nekem kint van, hogy kik szoktak, vagy kik vannak a cseten, és láttam, láttam. Az a baj, képzeld, hogy kedden lesz műtétem, Szarvas Twitch. Jobbulást, innen is szorítunk neked. Na, de tudjátok mit? Adok képet, mit szóltok hozzá? Mindjárt adok képet. Szia, Fanni, hello, hello. Úgyhogy ha a hangom egy kicsit olyan fura lenne, ezt ennek tudjátok be, hogy borzalmas éjszakám volt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy be fog vonulni az életem legszebb pillanatai közé. Biztos, hogy nem. Na, nézzük. Nézzük, hogy vannak-e többiek. Na, ami a legfontosabb hír lehet. Úristen! Jó, kivoltás! Elrohant mellettem az a hülye. Bocsánat. Na, ami a legfontosabb hír, hogyha minden igaz, akkor leadtuk a bővítési kérelmünket. Nem tudom, milyen lett, mert csak részleteiben ismerem. Remélem, hogy legalább olyan jó lett, mint amilyenre számítok. Bocsi, a torkom még mindig olyan, amilyen. Ne. Nem vagyunk elereszt az árfeltörőkkel. Azt hiszem, hogy egy másik ruhát kéne fölvennem, mert ez problémás. Nem, mondjuk legyen ez az alap. Pont nem kellett volna látnom, basszus. Ne itt öltözködjél már, te. Bocsánat, na hát, hát nem tudtam hol, de most miért kell a seggemet nézni, most komolyan mondom, hát már Hát öltözni mert se hagyják. világít jobban, világít, mint a hold. Hát jobban világ, mint a hód, hát jó, hát. Igen, mint a hold. Képzelt főnök, tegnap volt egy kis gondunk. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Úristen, szép jó napot. Ez a haj még mindig meglep. Hát, De most nőtt vissza azért. ja, nem tudom. Elkaptak minket a rendőrök. A hurkakolbás töltelékkel. Mikor? Tegnap. Tudom, mikor ez egy színész Magyarországon, Ja, de titeket mikor kaptak-e? hát délután. Hogy fogalmazzak, éppen boltostunk, és az egyik boltos kijöttek a rendőrök, és menekülőre fogtuk. Mi a baj? Semmi, csak az asztmám előjött. De akkor minek dohányzol? Hát, hogy nagy megfulladjak. Ne foglalkozz vele. Oké, nem Lépj tovább, foglalkozom. lépj Jó, tovább. tovább léptem. Képzelt főnök, hogy karambolóstunk a lopott autóval, amivel belehajtottunk egy tóba, aztán onnan futott, menekültünk, futottunk, és lesokkolt a rendőr. Lesokkolt, képes volt lesokkolni. Teljesen lesokkolódtam. Sokkot kaptál, sose volt Te, még te, olyan jó. teljesen, igen, és hát a hurkakolbást leültették, én megúsztam bírsággal, kimagyaráztam. Olyan, és a hurkakobbász mennyire? Nem tudom, azóta nem láttam. Jó, ennyi. Hát akkor lehet, hogy meg kéne, körbe kéne autókázni a börtön felé, nem? Hát lehet, hogy az kéne. Menjünk el arra, hozzak egy kocsit. Hát a saját elmehetünk nyugodtan, nem? Én nem tudok vezetni. Hát jó, hát én se, de én szívesen vezetek. De inkább én vezetek. Úristen, biztos főnök? Biztos? Hadd vezessek én, na,
Mumbinnel megyünk, ugye? Hát az a főnöki jármű. Hatos kés. Na hát, szép jó napot mindenkinek, aki időközben érkezett. Ez a főnöki autó. Micsoda, ez a csocsogány? Ez a 80 éves sutyok. Hát öreg, mint én. Hát igen, meg olyan nagy darab is, ilyen dagadt. Ezt bóktat veszem. Hogy dagadt? Hát jó. Várjál, már reggeliztem. Hát a kocsiban nem lehet ezt megnézni. Hát zsé... Vezertem már kaput, ezt nem tudjátok. Az a baj, hogy fogytán vannak a üzeink, a kulcsaink. Igen, tudom, én se vettem, láttam, meg ilyenek. Nem megy a motor. Miért nem menni? Hát már nem hallom. Úristen, valami baj van a fülemmel. Jaj! Ujjaj. Most már igen. Nem is akarok mondani, melyik börtönbe megyünk. Jaj! Jaj, egyikbe se. Csillagbörtön. Úristen, nem akarok. Az melyik ez? Ez itt ez vagy a város? Nem a városi. Nem a városi, akkor ez? Nem a városi. De szerintem a kapitányságon ült. Nem lőttünk. Fogdában van? Hát gondolom, mert nem lőttünk rá senkire. Nem voltunk olyan rosszak, csak menekülni próbáltam. Csak olyan sok hatás ért, hogy azóta is... Milyen sok? Hát... lesokkoltak. Ja, hogy húj, hát ez elég sokkoló tud lenni. Igen, az nagyon sokkoló volt, csak úgy... Nincs valaki, de neki szívörösít esetleg? Hello, Peti, hello. Síverősítő, ő pisztoly van nálam. Na, az mondjuk pont nem jó nekem. Hát de hogy nem a síverősítő. Ha túléled, akkor erős a síver. Micsoda gyümölcs? Nem, én nem élek vele. Kamion, főnök, kamion! Hopp, egy pillanat, várjátok! Úristen! Szálljatok át, vezessen valaki, kicsit el kell gondolkodni. Jó, akkor vezetek. Mindenki kösse be magát, csomóra. Szia Lara, hello. Ságódás, lopott autót szeretem. Ja, de ez nem lopott, a fene, akkor nem. Ságódás, nagy böhöm, sutykot szeretem. Nem, ezt nem szeretem. Kamion, ott a kamion, látjátok, ott a kamion. Melyikre gondolsz? Hát ott mentem mellettünk. Ott is egy kamion, úristen, semmel. Mind a kettő? Ott is, úristen, ott is kamion. Hány van? Mindenhol is kamion van. Az én is kettőt látok. Hadd kérdezem meg, nincsen halálfélelmed? Nincsen, az étemre a nyugtatót. Úristen, ilyet szoktál csinálni? Hello, Botont, hello. Hát csak ilyenek előtt. Jó, ez halál közeli élmény. Nem fogom azt tudom, hogy én csak nem akartalak megsérteni. Ez most csúnya volt, ugye tudod? Micsoda? Hát, hogy halál közeli az élmény. Hát miért nem? Emlékezett. Nem tudom, miről beszélsz. Úristen, valaki itt. Az út közepén átsorog, hát borzalom. Egyébként hova is megyünk? Valami fogdára. Fogdára? Úristen, nem az rossz élmény. Akkor vissza erre. Úristen! Úristen, megijedtem, majdnem magam alá a franc. Valakinek nincs egy póta a sógatya? Miért előtt közelítjük meg a rendőrséget, hogy kamarra közelebb? Nem tudom. Én nem használok a véletlen volt. Mi a baj, főnök? Túl sok információt kaptam hirtelen. Kamion. Motor. Nem, meg kipattogok tőle, és azóta nem használok. Menjél már, hát nem... Menj már, de... Vagyis hát a mosószer, mivel mosom, úgyhogy azóta nem mosok és nem használom. Úristen, jó, igen, itt a rend, meg a zsőrség. Halló, nem tudom, ki kiabált, valaki kiabált, hogy halló. Itt,
itt vagyunk, ez a rendőrség. Megforduljak? Valamit csinálja, ma kezdjél már magad, már érjük. Úristen, ma megint itt izél velem, hát teljesen sok baleset. Megkerüljük itt izél trónát, meg balra nyárt. Úristen. Istenem, nem tudnám parkolni, mondjuk van egy nagyon jó parkolás megálltam. Az utca végében. Szendi környékén. Máté. Hát, megint érkem intézni mindent. Nagyon szépen köszönöm a 9. hónapi feliratkozást. Mekkora manó vagy. És remélem, hogy jól vagy és minden oké. Okay. Mostanában nem nagyon hallottam rólad. Úgyhogy innen is üdvözlöm a családod és jó egészséget kívánok. Hello, hello. Mit csinál? Főnök, mit csinál? Főnök, au, de főnök, mit csinál már? Hello, Redby. Aleáti 01 bekövetett. Üdv a manók között. Üdv a manók között? Mi? Nem látom itt. Igen. Máté, innen is jobbulást kívánok. Nem, azért... Az ember hal dolgokat, de... Tudod. De mi csinál? Nem szabad, hát kijönnek és leültetik. Főnök, le fogják ültetni. Ilyen felhívás, ezzel ültetnének le. Hát, mert... Te mi, egyébként te SS-tiszt voltál, vagy mi a jó isten? SS-tiszt, hát megőrülök. Úristen. Egyébként, fiúk, lányok, most hallottam tegnap egy ilyen hírt, hogy itt forgat Magyarországon egy... Rendőrökök nincsenek. Egy általam nagyon tisztelt színész, akit úgy hívnak, hogy Hugh Laurie. Úgyhogy... Hol van itt a bűn? Aki szerette a Dr. House-t, annak gondolom jó hír. Irodába? Micsoda? Hát mi? Ott hol van ott a meg? Micsoda? Mit tudom én? Hát én nem tudom, főnök. Ki? Hát ki hol van? Úristen. Csak a baj van. Drármajom bekövetett. Üdv a manók között. Ú, az a drármajom, az jó hangzott, de doktor majom, köszi a követést, érezd jól magad, halló. Peti, én ezt sem megcáfolni, sem megerősíteni nem tudom. Most akkor mit csinálunk, főnök? Tollak éppen. De engem ne. Valahonnan szerezni kéne kulcsot, mert nagyon hiány vagyok. Hello Novitki, hát a 8-as gulyó azt mondja, hogy nem tudhatja, hogy vagyunk és milyen igaza van. Mert hello Jani. Kéne egyáltalán néhány kulcsot. Vagy valami. Micsoda? Hogy hova? Menjünk vissza telepre. Menjünk vissza telepre, menjünk. Volt szerencsém találkozni egy általam kedvelt színésszel a hétvégén. Redby? Na, ki lenne az? Sárgódás, lopottaudott. Persze, mit? Na, hát akkor válaszoljál. Hát amire válaszoljak? De micsodát? Hát, hogy én telepre megyünk. Ha persze. Hát, Jorice Davis, Gimli. Igen, itt volt a komikona. Te kamionoztál előtte? Ja, nem kamionostam. Hát pedig úgy mész, mint egy kamionnal. Sálgódás lopott autót szeretem. Én szédülök. Úristen, szédülsz. Az... Na, az a lényeg, Redby. Az a lényeg, hogy lett aláírásod és közös képed vele. Arra gondoltam egyébként, hogy megint megnézhetnénk ezt a jó kis üzét. Raktátot, igen. Azt a fajtát, amit... Hát a kikötőit. Azt a kikötőit? Persze.
Persze, aztán utána már úgyis van egy csomó izénk. Igen. Mi a csudánkok, aztán na. Hát ennek a motorja valahogy nem az igazi főnök. Valamit kéne vele csinálni. Majd meg kell szeretni. Olyan, hogy is fogalmazzak, lassan gyorsul és nem az igazi. Mert ez az én nyugdíjas autóm, ne bántsad. Ja, bocsánat, ilyen járókeretes, mint a főnök? Tessék? Ez semmi. Hát megint rágató, én úgy ízmai, szerintem D-vitamin hiányom van, vagy én nem tudom. D-vitamin hiánya, úristen. Érzem, hogy ökölbe rándul a kezem időnként. Főnök, az önkorában azért óvatosan, mert ilyenkor már könnyen kaphat az ember agyvérzést, meg sívóhamot. Hogy? Négyen, hogy? Sem, még süket is szegény, hát nem tehet róla. Az ő korában. Korában? Ott áll egy ember egy autóval. Na nézzük. Most én is vagyok elő pistolyt. Nem vesek elő. Úristen. Én ki vagyok? Teljesen ki vagyok. Te teljesen ki vagy, Gusztáv, jó van. Úristen. Na jó napot kívánok, fiatalban. Most neki meg se ismerem már. Mi is fordok én maszkot? Ja, akkor én nem ismerem meg most nélkül, mert nem hol maszkot. Mire készülsz éppen? Ki, hát ő a vaják, hát te legyél már. Vaják. Most az vaják. Őróla éneklik azt a számot? Igen. Úristen. Hát, jó napot kívánok, én vagyok a Bendegúz. Hello, zsé. Hello, Bendegúz, Vaják László vagyok. Úristen, vaják. Tudom. Nem, mindegy, ne foglalkozzál vele. Mit akarok neked mondani? De most miért? Mire készülsz itt az autóval? Pakolom kifele. Voltam egy kicsit bevásárolni a bányászoknál. És mit vettél? Hát pénzért semmi. Egészség. Akkor mi van a kocsiban? Úgy kérdezem. Acél már csak. Acél, mert fa kéne, mert fa nincsen, meg el kell menni ezért zárat csináltatni, mert... Zárat? Hát el kéne, már kevés van belőle. Nem én voltam. De hogy nem te voltam, vagy csak átlálom. Nem én voltam. Töröd fel az autókat, de nem csinálsz kúcsot már nekem. Akarok neked mondani. Menjél rétek rá. Na, tessék, ma megint kezdi. Menjél rétek rá. Nézd, nem volna kérdezek egy kis ízé? Raktárra menni? Szépen kérd valaki? Jaj, Istenem. Tudjátok, ezt találtam ki. Hallod-e, hogy... Nem én voltam. Na. Ezt találtam ki a drog elvonás. Majd mennyi nyugodtam. Van nálam pisztoly, segítsen. Folyékony. Hát a pisztoly. Mikor volt az folyékony? Biztos, hogy abból is ilyen fél dacis kiszerelés. Pistolyból? Nem, de mondom, segít a szív problémádon, hidd el. Nekem nincsen szív problémám, csak egy kis erősítő kell, mint a vitamin. Húha, hát én valahogy úgy érzem, nem értjük egymást, de nem baj. Na, akkor mindenki vegye magát a pisztolytot. Annyit akarok mondani nekem, egy 10 perces dolgom lesz, utána ráérek egész nap. 10 perces dolga? 10 perces, eddig összekészülünk. 10 perces dolga. Te vegyetek magatokhoz mellénytet valahogy úgy kéne, hogy először levetitek a felsőt, aztán úgy a mellénytet. Nekem a póló alatt van, ide betuskoltam, látja főnök? Olyan vagyok, mintha izmos lennék, csak nem. Hát, nagyon csak olyan. Tekintsétek Úristen, ma megint... Úristen! Jaj, Isten! Főnök! Úristen! Nézd meg a hennap! Hol szörös neked a hátad te? Úristen, hánytam! Főnök, hánytam! Jó lett az új hennám! Úristen! Mindjárt sírok, főnök! Lelőhetem? Hadd lőjem le! Nézd meg a hennámat! Úristen, hát... Én sírok! Öltözz föl, mert esküszöm, seg belőlek. Úristen! Édes Mária. Na menj, itt ez azt a 10 méteres óvodat, aztán haladjunk. Elintézem. Hova mellé?
Úristen, jaj, főnöke, nagyon gusztustalan volt, én ilyet nem akarok még egyszer látni. Ugye, két hete fürödtem, mit izélsz itt? Úristen, az akkor ez az a büdös. Menj, intézkedjé. Na, aztán legyen pisztoly elég sok lőszerrel, legalább egy 24-et tegyél el még mellé, meg valaki hozzon még két heggestőt. Kettő. Egy-kettő sok. Igen. Meg golyóálló, meg mindenféle ilyen izéket. Golyóálló hegestőt, úristen. Egyé, így el mulassá. Főnök, hadd kérdezzem meg, hogy tetszik két magának a kocsi? Megcsináltattuk a Moonbint. Igen, nem láttam. Nem voltunk a telepen, nézse meg. Úristen, legalább, Jézus Máriam, hogy tömi magába. Nézzem be az ablakon, látja, hogy nem lát. Isten, hát ez a felni többet ér, mint az egész kocsi. De nem, mert tuningolva van. Tuningolva. Na, pörgetünk addig egyet, fiúk, lányok. Bűrbeeső? Az ugyanaz, mint volt, nem, mert nem volt jobb, na. Hát ez fura volt. A motor, a váltó, a minden, a kerék, az minden tuningolt. És ki jön biciklibe? És nem tudom, és nézze meg főnök a sötétített ablakokat. Úristen, teljesen menő lett, nem? Ez ki jön a bicikli csokolom? Hát, nem tudom, szerintem a hennáé. Hennáé. Na, Redby egyébként visszatérve erre a találkozásodra John Rhys Davis-szel, én csak azt tudom mondani, amikor nekem volt szerencsém találkozni a Gyűrűk Ura 1-2-H4 szereplőjével, az is nagy élmény volt. Jaj, ezekre jó visszaemlékezni. Úristen, de szétvágja a biciklit. Na, egyébként üdvözlök mindenkit, aki időközben érkezett, érezzétek jól magatokat, hisz, csak ez számít. Reklám idő már volt, amit az előző streambe váltottam be. Igen, Botond, még akkor? Csak nem mindenki kapott reklámot. Ó, de magasan vagyok, úristen. Most már úgy nézek ki, mint egy... Benes. Mint akire föl lehet nézni. Jaj! Hadd kérdezzem már meg, vaják, hogy maga milyen, hogy mondják ezt, tisztségben van itt nálunk. Gyakorlatlom is. Gyakorlott? Akkor nem ma keste. Hát nem. Úristen. Csak én általában este dolgozom. Hát valakinek akkor is kell, akkor maga a Hogy szokták ezt mondani? A túlórázsó? Nem, a harmadik műszak. Harmadik műszak? Úristen! Hát én meg ugye mindig délután vagyok, meg így össze-vissza, és hát izé, hát... Hát most az a baj, hogy ne rakjom elém drogot, mert nem szabad, mert azt mondta a toxikomókus doktor úr, hogy nekem ilyen elvonó kúrám van. Na látom, jól bírod. Nem túl jól, bár volt rosszabb is, amikor kettős látásom volt, meg viszontlátásom volt, meg remegett a kezem kicsit, meg nagyon, meg néha még most is sírógörcsöt kapok és bevonulok a sarokba, szóval ilyenek. Hopp, kinyitottam. Most megbecsuktam. Mit akartok akarok nektek mondani? Nem én voltam. Az a lényeg. Akarok majd veled beszélni. Velem. Nem, rád nézek? Hát ez máskor is előfordult már. Egy pillanat, meg elfogom ezt a sok szorra itt. Ja. Úristen. Főnök, hát most aztán lenézek magára. Most nagyon lenéző vagyok. Honnan fogsz egyszer leesni?
Hát, egyszer, hát remélem. Kettős látással mellé lépsz. Jaj, nem sikerült. Egyszer, megvakulok én. Úristen, már megint? Gyere, gyere csak, várj, hogy mi a számod? 961. Na, tudjátok, hogy Bendegúz olyan, amilyen. Ennél okosabbra már nem fogom őt felhozni, ennél okosabb szintre. Mi nem csinál, festettétek a homokszínűre akkor? Biztos, hogy már azt beszéltük, hogy az lesz a céges szín? Biztos, hogy nem. Akkor az lesz, akkor majd mert ez olyan szép így. Azért nem. Hát ez a homokszín, mint céges szín, ezzel, na mindegy. Nem teljesen értek egyet, de hagyjuk. Már eleve azzal, hogy miért legyen céges szín. Miért nem lehet össze-vissza színű a... Hello, Levi, hello, hello. Ne haragudjatok, hogyha egy kicsit fura a hangom. Nem teljesen az igazi. Mondom, kegyetlen éjszakám volt. Nagyon, nagyon durva migrént kaptam, és... Ja, úgyhogy most eléggé oda vagyok. Meg remélem nem hallatszik, de iszonyúan fáradt. Emiatt ne törődjetek semmivel. Ettől függetlenül én igyekszek a lehető legjobb szórakozást nyújtani számotokra. Segítesz? Van 8 giga RAM. Igen, Intel Core 5 2400. Aha. Aha. GT 730. Aha, igen, és mit szeretnél? Mire jó? Levi, itt ez a kérdés, mire szeretnéd használni? Sandyben az rejtőszín a homok. Uha. Tudom, de nem akarom. Levi, hogyha RP-re kérdezel rá, akkor a megítélésem szerint nem. Megítélésem szerint olyan kevés, hogy hújúj. Nagyon, az nagyon kevés. Írtam mást is. Írtam mást is? Hát nézd, én visszatekerem, de figyelj! Én folyamatosan olvasom a csetet, de én nem láttam mást. Valorant közben a proci 60 fokos, GPU 70, az teljesen normális. Igen? Nincsen semmi gond vele. 60-70 fok az teljesen jó, még a 80 is. Nincs azzal semmi baj, persze. Az teljesen normális. Persze, persze. 90 fok alatt nincsen gond. Én már a gépnek az oldalát lekaptam. Hát minek? Mi a francnak? De ne stresszelj, nyugi. Ha gond lenne, akkor hallanád. Nekiállna pittyegni a gép, meg letiltaná az egészet. Lefagyna. Vannak védelmi mechanizmusok. De van, aki itt nálam jobban ért hozzá. Biztosan tudják mondani. Jaj, kopasz, ez most fájt egyébként, hello. Ne rakd a sarokba, mert ott 90 fok van. Júj! Au, ez most nagyon fájt. Ez most nagyon fájt. Az teljesen mindegy, Levi. Azzal nincsen gond. Nyugi. Nyugi, teljesen normális a hőfoka. Viszont, hogyha az RP-re vagy kíváncsi, arra nem elég. Arra nagyon kevés. Mind a videókártya, mind a processzor, még talán a processzor lenne a legerősebb része, de a többi az mindenképpen gyengébb. Egyébként fiúk, lányok, felkiáltója a weblap, aki még esetleg nem látta az új weboldalunkat. Úristen, nem hiszitek el? Vagy, ha gondoljátok, írjátok be, hogy lepramonó.hu. Jó, hát a sima GTA 5 az igen, 70 FPS, az lehet. Ezt nem tudom, Peti, nem tudom. Le lett adva a fraki bővítési kérelem. Még várjuk, hogy mit eredményez ez náluk. Hogy sokkot kaptak-e szegények, hogy már megint mi a francot találtunk ki.
Igen. Már megint valami olyan hülyeséget, ami nincsen Magyarországon. Igen. Igen, már megint. Már megint. Az baj, hogy egy ventilátort a gép felé fordítok és elkezdem maxon fújatni? Levi, teljesen felesleges, hagyd a francba, hát most miért kéne ilyet csinálnod? Van annak a gépnek elég ventilátora, nem? Nyugi, ne stresszelj. Jó? Nem kell fújatni minden felével. Tudod, azért vannak a gépben ventilátorok, hogy azok oldják meg ezt a problémát, hogy mi fúj ki, mi fúj be. Jó? De hát mondom, vannak itt olyanok, akik nálam ehhez jobban értenek. Nagy megbesérés ott hátul. És akkor mi van? Attól, hogy passzív hűtéses a videókártyád, az úgy van megcsinálva, hogy az elvezesse a hőt. Nyugi, nem lesz gondja. Nekem is képzeld el, nekem passzív hűtéses a processzoromnak a hűtése. Úgy van megoldva a gép, hogy a többi ventilátor oldja meg ezt a hőelvezetést. Remélem bejön nekik, és ennek még jobban emelik még jobban a szintjét a helynek. Nagyon kíváncsi vagyok majd a frakitok jövőjére. Én is. Hello DJ Zsolti, hello hello. Ezer éve nem láttalak. Már azt hittem, hogy valami történt veled. Na, ugye amíg tart a... Most így egymást közt mondok olyan infót, amit nem lehet tudni. Ugye most ő léptetik elő Mr. Vajákot, ő lesz az egyik a líder. Hát DJ Zsolti, akkor innen is jobbulást. Na, gyertek, gyűjtjék egy kicsit össze. Na, nem én voltam. Na, a lényeg az, hogy... Igen. Kineveztem a új délutános főnököt, mert ugye általában, amikor mi nem vagyunk, akkor van ő, és ő is tudja már az ügyeket intézni. Úristen, akkor innentől őt is főnökösni kell? Így van, mindenkit főnökösni kell innentől. Azaz ennyire nem lesz drasztikus, nyugi. Úristen, most akkor mindenkire azt kell mondanom, hogy főnök, ne. Hát persze, így az egyszerű. Gondoltam, mindenkit kinevezek mellette, hogy neki egy gyakorlatilag neveken. Igazából tudom, hogy a vén majom az ide jó, akkor ő lesz a főnök, a hurka gyurka ő lesz a hurka kolbász töltelék továbbra is, jó, ez rendben. Micsoda? Álljál meg! Ó! Tettem. Úristen! Bocsi! Hú, de kiütöttem! Nagyon csúnya volt! Jaj, hát ez kész, besírta! Úristen! Jaj! Hú, jaj, igen, fiúk, lányok, én még mindig élvezem az RP-t, szóval. Jaj, én végtelenül szeretek RP-zni. Na. Keresek egy 4 személyes autót, csak előtte veszünk fel egy maszkot. Gyerünk. Jöjjön egy 4 személyes. Ilyenkor fognak jönni a sportautók, figyeljétek meg. Halló, tessék, nem én voltam. Hova fut
rontottál már megint? Hova? Hát csak kocsiért mentem. Azért, jó döntés, jó van. Hát mi az, hogy jó döntés? Hát ez egyértelmű volt. Amikor láttam... Egy pofonnal még lógok neked, úgyhogy... Nekem nem, már tegnap megkaptam. Hát ma is beszóltál, úgyhogy ma is kapsz. Nem szóltam be. Csokit mit nekem? Félreértette. Már megint rossz a hallásom. Egészen se értem, nem hogy félre. Na, hát gyerek. Ez az. Már mindjárt hozok egy autót. Jó van, ügyesen. Hello, Csoki Twix. Üdv a manók közt, érezd jól magad. Na, hát ugye van most egy fraki bővítési kérelmünk leadva, és nagyon várjuk, hogy milyen lelki sérüléseket... Attila Horvat 676 bekövetett. Üdv a manók között. Üdv a manók között. Szóval várjuk, hogy milyen lelki sérülést okozunk vele a vezetésnek, mármint a szervernek a vezetésének. Szegények. Nagyon sajnálom őket, mert mindig ilyen... Elteszem. Várjatok, mert megy a sziréna, várjatok. Úgy bebújt a bokorba, beszélni nem tudok. Úristen! Jézusom! Hát köszi szépen Csoki Twix a hangot, azt a rohadt. Hát majdnem lefordultam a székről, és ezt komolyan mondom, ez a kopogás, ez még mindig gáz. Hú. Köszönöm szépen a hangot. Na egyébként fiúk, lányok, a... Basszus, ott megy egy 4 személyes autó. Olyan frakcióbővítési kérelmet adtunk le, ami egy kicsit megkutyulná a dolgokat Csudapesten, ha esetleg úgy döntenek. Köszi, Red B. Basszus, ez 4 személyes volt. Szia, Sau! Hello! A fene! Látjátok, simán elmegyek egy 4 személyes autó mellett. Várjatok, keresünk. Jöjjön egy 4 személyes. Jó, az egy kamion lesz, az nem 4 személyes. Ó, nagyon szépen köszönöm a bitet, Csoki Twix. Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Basszus, az 4 személyes. 4 személyes. Csoki Twix, Csirelt X1. Mekkora manó vagy? Mekkora manó vagy, bizony. Nagyon szépen köszönöm. Hát az elment. Látjátok, most bénázok. Mindenhova figyelek, csak az útra nem, úgyhogy... Aki esetleg nem tudja... Van egy weboldalunk, felkiáltójel weblap, vagy a lepramanó.hu-t írjátok be. Állja meg! Ide a kulcsot! Így van, add ide a kulcsot! Add ide a kulcsot! De ne szaladj az anyádat! Állj ma! És fiúk, lányok, a menetrend ott is naprakész, sőt, ráadásul olyan információkkal is el vagytok onnan látva, amit itt nem láttok. Úgyhogy... Halló, nem én voltam. Nem te, nem érted, mentek a mentők? Vagy a rendőrök? Nem, én meg vagyok, már hozom a kocsit. Jó van, oké, itt várunk a kapu előtt. Oké. Halló. Azért addig szálljál be, ha tudsz.
Úristen, úristen, így megyünk négyen? Hát, mert hogy menjünk négyen? Hát, jó gyors, úristen, milyen autó! Az a fehér, úristen, na mindegy. Én nem szeretnék át. Hol is volt az izé? Történet? Már jelöltem. Főnök, hadd kérdezzem meg, ma miért ilyen morcsos? Ma mi miért morcsos? Ma miért ilyen morcsos maga? Én nem vagyok morcsos. Hú, de nagyon. Nem, csak a tekintét. Nagyon lópokrócs. Lópokrócs? Igen. De most miért vetkőzik ott hátul? Ne vetkőz, légy, ne vetkőz hátul. Úristen, hát a muszáj, hogy jönne mögöttünk vala. Csak szellőztettem. Úristen. Hát majdnem elhánytam magam. Úristen. Ú, de szép ez a fehér kamion. Igaz? Nem ülhetek előre? Nem. Hátul szédülök és rosszul vagyok. Úgy, de hogyha előre ül, akkor én fogok hányni. Ha ide hánysz, kiraklak a kocsiból. A maszkókat azt majd vegyétek föl, csak szerintem még korai, de majd megpedig vezető az évet, föl, majd a kikötő környékén vegyétek föl. Ismerik azt a zsúj új slágert, hogy úristen, ez bendegús, na mindegy. Én ismerem a jó istent, igen. Nem, ez az úristen, ezt ennek a... Ja, Isten, ó Istenem, jó Istenem, Bendegúz, vezess nekem. Vezesse? Most komolyan? Gyorsítok akkor. Az jó lenne, még mert oda kéne még érni ma. Hát, most mondanám, hogy egy nagyon gyors autó, de... Na, hát nem. Szeretnék meg azt a rohadt. Nem tudom, ki volt az. Majd ott. Csigi szünetre. Fú, te... Miért érzem azt, hogy minden baja van? Hoztál cigit? Nálam mindig van cigi. Nem tudom, ki volt az, de köszi. Köszi a hangot, majd mindjárt megnézem. Csak most tényleg nem akarok balesetet okozni. Tartalá. Ságoldás, lopott autót szeretem, ságoldás. Á, hiába hívom a sikteset. Ott voltak a rendőrök a bokorba, csak úgy mondom. Kiségükre. Úristen, és akkor most jön rájuk jött a szapora. Van egy így. Valaki nézzen már hátra, jön nekem mögöttünk. Ja, sok autó jön mögöttünk. Hát, hogy rendőr autó jön mögöttünk. Mert nem teljesen a miénk, ez nem látom a nagy piros kamiontól. Nem tudok hátra nézni, mert szédülök. Úristen. Nyugi, nincs mögöttünk senki. Meg vagyunk árva egyébként. Meg aggódok. Főnök, mi lesz, hogyha megint leütetnek minket? Hát akkor nem lesz fáradt, nem fog megfájdulni a lábad. Úristen, mindegy, nálam van hamis jogosítvány, meg fegyverengedély. Nálam semmi papír nincs, úgyhogy hála jó. Venni kellene céges rokkant kocsit, és akkor nem kéne gyalogolni, csak úgy mondom. Hop. Na, ez smog. Az mi volt? Az mi volt ez a kis quad. Prüntjögő? KVAD. Quad? Igen. És azt úgy kell írni, hogy KVAD? Hát mert nem úgy ejted? Ki vagy te egyébként is grécsi? Úristen. Kicsoda az a grécsi? Doktor. Befigyelt a sportszelet? Szerintem valami urológus lehet. Au, lefejeltem a mikrofont, hello Korni. Tudjátok, a hülye nem lát mi jobbra, már? Mármint én. Miért ilyen lassra mész egyébként, hagyd kérdezzem már még. Mert ez ilyen s... Tessék, hát kell itt piskálni, aztán egy pillanatra nem figyelek, és megcsúszik az autó. Na ezért nem megyek gyorsan, jó? De miért nem valami autót ott, ami érezt? Mert ezt találtam. Nem olyan könnyű ám. Ám, igen, az ám. Ráadásul a szervizbe vitte a tulajdonosa azért, mert ilyen csúszós sar. Lehet, hogy a szervizes autót kellett volna elhúzni. Jó, ezt találtam. Na, hát most mit tudok csinálni? Hát a jön, meg teszi a dolgát, nem az a lényeg. Hát ilyen lakszan? Hát el van dugulva a DPF szűrő. Azért nem megy. Nem tudom, milyen sűrű az, de... A mi? A DPF szűrő, hát gondolom ebbe is van. Bizonyára. Ki kell venni a katalizátort, be kell tenni gázgyorsítót, és akkor durrogni fog. Hát arról tudnám mesélni a katalizátorokról. Tudnék mesélni. Kata, meg a lizátor. A Kata jobban érdekel. Á, Liza se hely csúnya. Igen. Nem ám mi? Kata, Liza, jó, de ki az a Nándor? Hát
nem emlékszel Nándor főnökre? Katalíz a Nándor. Jaj, ne! Bocsánat, nem akartam! Jaj, átmentem a fején! Úristen! Flancsan! Nem látunk semmit, menjél! Diszkréten arrébb lőttél. Nagyon fájt neki, biztos! Na most vegyétek fel a maszkot! Biztos, hogy nagyon fájt neki, úristen! Nem akartam! Gustav, maszk, így is azt, elég. Azt próbálom, de várja, hát nem na, hát, hová tetted már megint? Tessék. Meg sokkal jobb. Tudom. Hegesztő maszkod. Hát ebben szoktam dolgozni, igen, hát most. Mert én dolgozok legalább. Úgy, persze, parkolj, így. Hát így jól lesz. Sok. Akkor menjünk a másikhoz. Jó, menjünk a másikhoz, nem tudom hova, de menjünk másikhoz. Én tudom, voltam ott. Hát a Gustav meg itt áll neki persze. Istenem. Mi történt? Megvagy Gustav. Csak egy pufanást hallottam. Megpróbáltam átlépni az autót. Ne igyál, annyit mondtam neked. Kuka véges tével kell lenni ezt a kocsit. Levetok. Hát most vége volt, hát most mit csináltunk itt? Nem, miért meg el se kezdődött. El se kezdtük, már vége. Na menjünk. Jó Isten, oda kell figyelni majd egyébként. Ságúdás. Lopott autót szeretem. Rám nem kell figyelni, tudok vigyázni magamra. Azt láttuk, igen, akkor azt tudsz, persze, az nem kell rád figyelnem soha. Sose soktam balesetet okozni, nem. És nem ütök el embereket sem. Van egy nagyon jó sofőrünk. Azt hiszem, most kötöm be a biztonsági övet. Azt alapból, az mindig kössétek be, mert ha Bendegó még csak... Ki az a nagyon jó sofőr, ezt szeretném tudni. Hát a Bendegó. Ja, persze. Nem érezted ezt a két óriásának hatalmas idézőjelet? Csak azt éreztem. Idézőjelet? Nem tudom, én csak egy ember arcát láttam a sélvédőn. Én meg a motorháztetőn. Mint én, személyemben. Mert én csak így ennyit láttam, hogy Mert megpróbáltam az autót kikerülni. Alulról? Alulról. Hát mondjuk az is egy megoldás. Vigyázz nekem, mert Bendegúz ilyenkor képes és elindul. Ságódás, lopott autót szeretem. Ságódás. Ohoho. A gépnek a járműve alatt megy. Azaz nem történt, hogy maradjunk annyiba. Á, nem. Mosolyogatok rendőrség, bár úgy családszedik a maszk alatt. Ságódás, lopott autót szeretem. Hát kérdezem már meg, nem baj, hogy egy kicsit gyorsabban megyek? Nem, haladjunk. Jó, csak ennek nem nagyon van féke, csak akarom mondani. Megfogtam. Ne, akkor inkább nem ennyi gyorsabban. Legközelebb, hogyha szóltok, akkor úgy készülök, és akkor tudtam volna én is vezetni. Nem. Biztos, hogy nem. Legközelebb majd kamion. Egy kábel kötegelőt a Bendegúznak a kezét összekötni, mert mindig jól kell vezetni. De szép kamion. Az kitől lehet szerezni kábel kötegelőt? Én azzal szoktam a tisztátságot fölrögzíteni. Hát ez az. Ott is egy kamion. Körbe kérdezünk. Hello Atlas, hello. Fiúk, lányok, szép jó napot mindenkinek, aki esetleg most érkezett. Amit a fa. Úristen, hát ezt kéne hazavinni. Megy a faszállító. Micsoda? Faszállító itt. Micsoda? A faszállító. Úristen, de most miért kell ilyen vulgárisan? Miért fát szállított, most mi van? Hát ott a faszállító. Faszállító. Bocsánat, de most miért kell az autóban állítani? Vannak úgy azt szokták mondani egyébként, hogy rossz, aki rosszra gondol. Nem tudom, miről beszél. Ez a baj. Ságódás, lopott autót szeretem. Ságódás. Ohohoho. Ott egy kamion. Kéne csinálni mulatós együttes, és akkor Bendegúz lenne az énekes.
Nem, én nem leszek. Nem kéne csinálni. Én még hajnálk a sarokba. Ezsarzs, ságúdás. Nem a fülemet tűbe. Ezsarzs, úristen, akkor énekelek. Ságúdás. Ho-ho-ho-ho. De utána a tiédet is. Az enyémet ne. Akkor csak a nyelvedet vágom le. Ságúdás, lopott autót szeretem, ságúdás. Ho-ho-ho-ho. Arra gondoltam, hogy ennyire vel két ilyen izé kombi autót is vertünk volna, mert az még lassabb talán. Úgy van. Combination, tibiribi combination. Mindig csak ennyivel mész. Hát mert nem megy gyorsabban, hát nem tudok mit csinálni vele. Mert rángathatod össze, ezt a persze nem megy gyorsabban. Mi? Hát rángatja a marinének a süsát, akarom mi mondani. Miért nem egyenesen mész? Miért nem egyenesen? Meg kanyar van. Hol? Hát itt szépen ez kanyarodik balra. Hát persze, nem akarok autóval kocsi... Mi az? Kutyát hát elütni. Mi? Nem akarok autóval kutyát kocsit elütni. Micsoda? Milyen autóval? Majd nézd meg, most is rángatod balra, jobbra, mert simán mehetni egyenesen. Mi? Hát rendesen a sávomban vagyok, hát nem áll. Ha normálisan vezetek, az a baj, ha nem, akkor meg az a baj. De mi mikor vezesz te normálisan? Ha például most, nem mentünk neki semminek. Ez nem normális, hogy lassú, meg rákatod. Hát bocsánat, hogyha egyszer sar az autó, akkor mit csinálja? Mindig az autóra fogod. Egyszer gyors, egyszer lassú. Nem, ez tényleg lassú. De jó, majd hazafelére nézek valami gyors autót, és akkor lesz halálfélelme. Jó, oké. Csak csináljunk már valamit. Hát sietek, amennyire tudok. Sietek, látja főnök, sietek. Azt látom, hogy sietsz, igen. Annyira sietek, hogy lobog a sélben. A hajam is lobog. Hopp, egy autó, úristen! Ha, kikerültem. Fel vagy a sémaszk alatt. Traktor jobbról. Menni kell egy céges traktort, és akkor földet lehetne művelni. Úristen, az mekkora lenne céges traktor. Nagyon nagy volna. Hadd kérdezem már meg főnök, miért akar ilyen egységes színű csapatszállító járműveket? Mert azt tetszik. Hát de akkor mindenki tudja, hogy mi jövünk, hát most ezt nem kell. Nekünk pont az a lényeg, hogy ne tudják. Pont az a lényeg, hogy tudják, hogy ezek a mi kocsijaink. Hát hogyha megyünk valahová, egyébként meg olyat csinálunk, akkor úgyse serkocsinkkal megyünk. Ha meg oda megyünk, hogy valamit vásárolni, vagy eladni, vagy bármit csinálni, ott azért nem árt, hogy tudják, hogy na jövünk, legyen egy kis egységes arcunk. Jövök, megyek, intéskedek. Lősz, mész. De miért jöttünk egyébként? Van itt valami, amit ki lehet pakolni? Igen. Na, én ezt tényleg teszünk, már sem tudja. Dehogy nem, mindenki tudja. Akkor én nem. Én se. Én sem hallottam. Futás! Jaj! Jaj! Nem én voltam. Hello, Kervinus. Ajaj! Nem van a szimulá, gyere. Itt van. Megvan. Csinálod, hogy csináljam. Hát csinálom, én beállok oda, én csinálom, csak engem fedezhetek két oldalról. Két ajtó van. Ó, még rosszabb, 2500 másodperc, a fene. A rohadt életben neki soha nem sikerül semmi. Jó, akkor menjünk. Hát ez az basszus. A hajósat is fogadunk, már megcsinálták. Hát azt nem tudom. Siessetek, mert itt hajok mindenkit. Kervinus, nincsen gond. Nem mindig... Halló. Nem mindig van Kressz János. Oké, csak nem tudom, hogy a szám alapján hitelt jön kicsoda. Most miért kellett kitörni? Mikor kerestelek... Hoppá, várjál, hogy itt az autó nélkül. Most éppen nem. Hát ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam sincs. Ja, ezt tudom. Tudom, Kervinus. Csináltam már egy párszor. Jó párszor. Tisztában vagyok. Hétfőn. Jó, oké. Akkor gyertek. Akkor most megyünk is. Egészségetek. Jó, oké. Na, szevasz!
Menjünk vissza a telepre, mert a patkósok akarnak venni baseball zsúfét. Egyébként mindenki főnök lesz, csak úgy kérdezem csak rajtam, én a kivételemmel? Nem, hát egyelőre csak főnök, most nem lesz, aggódjak. Én se vagyok főnök, halló, én se. Sargódás, lopott autót cserélte. Mert én gondolok mindenki, hogy ó, hogy az Isten, azt a rohadt. Köszi Gerx, ezt most... Pusztán, megmondtam, munkáshozban nem észunk. Mikor mondtad te azt meg nekem? Úristen, mert sokot... Minden egyes alkalommal? Ja. Jó van már. Csak eddig nem hallgattál rá. Nem figyeltem. Addig mindig megittad. Hát jó van, és, és hadd kérdezem már meg most, hogy ennyi főnök van, akkor lesz felvéve dolgozó is? Hát mert szerintetek hát igen, miért hát vettünk föl? Azért lett főnök csinálva, hogy délutános műszakban is éjszakában... Főnök csinálva? Nincs több kérdésem. Nincs több kérdésem. De most a sok főnök egymásnak fog parancsolgatni? Vagy ez hogy lesz történve? Nekem ugyan senki nem fog. Chester a főfőnek. Tudom. Na látom. Ú, a járókeret, na semmi. Hát meg úgy vannak a főnökök kijelölve, hogy nem felhívják. Köszi Attila a hidratálásra való felhívást. Egy pillanattal ezelőtt ittam, de mindjárt viszont meg. Azért. Azt meg kiadtam volna. Az nem, mert nagyon lassan gyorsul. Cigit kér valaki, hogyha már itt vagyunk. Nehogy már kiszeredjek, köszi Attila. Mindjárt iszom. Az is mondom, menjünk vissza, mert ugye a Vaják kolléga mondta, hogy 2 órakor vár neki dolgozni. Kettő után. Kicsit rázs az autó. Most köszönöm a sokat, mert elfelejtettem, hogy te vezet. Vaják, vaják. Jusset várja a vaják. Na ebből csak. Nem, milyen csat? Hát kikérem magamnak, én nagyon szépen vezetek. Nagyon. Jussát várja a baja. Eltűnt a biciklim, valaki ellopta a biciklimet. Úristen. Az egy rendkívül drága mountain bike volt. Rendkívül? Új. Az egyszerű úti piacon vettem. Csak úgy mondom. Hol vette? Bolha piacon. Nem lopott. Nem lopott. Eskü. Biztos vagyok benne. Na, szóval akkor Attila, egészségedre. Na nézd meg, de ne így áll ennyit, mert már megint dűzbe nem, meg. Nem vettem észre, nem vettem észre. Maszkot, vedd le, azért nem látsz te. Főnök, hadd kérdezem már meg. Tehát nem mehet ilyen táblát kifüggeszteni, hogy munkaközben inni tilos, mármint alkoholt nem, fogyasztani. Minek? Hát mert... Olyat hát, nem. Akkor meg nem dolgozik. Akkor meg nem dolgozik. Instead nincs ki, nincs. Weboldal van. Hát az meg a másik. Weboldalon mindent megtalálsz. Meg megmondták, napi 3 liter folyadékkel, és én ezt meg is iszom. Pálinkaképpen? Folyadékképpen, párlatképpen. Párlat? Értem. Ott minden információt megtalálsz, sőt még képeket is rólam. Bármilyen más kérdés merülne fel, nyugodtan. Mi történt vele? Úristen! Eldőlt, mint a rohadtnád. Mit vettél be? Én? Még semmit. Akkor az időlöngés. Akkor az a baj. Húha. Hát, be van piálva. Nagyon be van piálva. Mosoly gondon. Hát tiszta alkoholsaga van. Tényleg ünnepeljünk. Jó van, ünnepeljünk, ne. Van olyan híresebb film, amiben voltál? Mert ismerős a hangod amúgy. Hát, kedves Attila, voltam a Witcherben, voltam a Fekete Özvegyben, voltam az Aranyéletben, voltam a... Hűha,
Egy pár sorozatot és filmet tudok mondani, olyan 60 fölött. Egy párban voltam, igen. Voltam vagy kettőben. Na, azt mondja, hogy... Ezt írd meg. Te most szórakozol velem? Gyertek ide! Igen, itt vagyok, itt vagyok. Gyere közelebb, Bendegúz. Hát ennél közelebb? Hát itt vagyok. Még közelebb. Gyere már, hát, nem szeretnék már. Fog fájni, főpofos már megint, nem menj akarom. Oda. Nem, most nem. Biztos? Most kivételesen nem. Igen. Itt vannak. Megyek, nyitom a kaput. Megyek. Hát itt vagyok, tessék. Hát, itt vagyok. Igen, mit akar? Ünnepelünk, meg kinevezél. Ünnepjünk. Nem szabad, nem, visszaadom. Tessék, odaadtam neked, tessék, oda dugtam a fal zsebedbe. Nagyon helyes. Itt meg. Jó, úristen. Úristen, most melyik ki? Jó napot kívánok. Jó napot. Nagyon úgy néztek ki, ma bocsánat. A haj, meg a maszk. Mondjátok, mi újság? Hol lehet ilyen táskát kapni? Ja, hagyjátok már szerencsétlenüket ezzel a táskával, mert már... De nekem kell az a táska, tök jó néz ki. Biztos, hogy nem őszbőrből van már, hogyha így szabad beleszólnom. Nem őszbőrből. Szarvasról egyébként. Nem tudom. Annyi biztos, hogy... Mert nem hagyok békén titeket. Szerintem velúr. Biztos, hogy nem igazi. Nem, velúr lesz az szerintem, vagy műbőr. Igen, biztos. Baseball, rendben van, kolléga? Majd csak most kérdezni szeretne tőletek valamit. Nem én voltam. Jó, van, na várj, akkor másodperc, rögtön nézem itt a zárakat. Zárakat? Igen, biztos, hogy műbőr. Innen látszik. Jaj, én rohadt jól érzem magam. Én nagyon élvezem ezt az idióta karaktert. Lehet, hogy némelyek szerint ez túlzás. A 25-ről volt szó, ugye? Igen, prostük. Jaj, ez nem akkor igazi. Akkor 250. Jó. Oh, nem, műből. Reperés miatt is látszikon. Le kéne önteni őket, hát. 984, ugye? Így van, mindjárt adom is akkor majd a történetet. Jaj. Mennyire van kedvedet megkérdezni egy kicsit? Még egyszer? Van kedvetek jönni velünk egy humán labszra? Humán... Az mi az a humános? Az... De az mi? Humánus az olyan, mint én. Te miért te humánus vagy? Büdös meg büdös! Valaki a 10 darabot adja már oda neki létre. Megyek, hozom, úristen! Hú. 10 darab baseball ütőt. Itt tűrűtűrűtűrűtűrűtűrűtűrű. 9. Meg egy. Most akkor vigyem vissza? Igen, tedd vissza. De mindet? Igen, mindet. Jó, akkor visszarakom már. Hát. Halló, tessék! Halló, Bendegúz, te ott vagy igen. A tárolónál? Igen, itt vagyok a tárolónál, tessék! Tudsz nekem hozni egy doboz cigit, ha megkérlek, mert elfogyott. Doboz cigit? Hát ja, meg egy kerítés szaggatót is, hogyha már ott vagy, légy szíves. Kerítés szaggatót, az micsoda? Baseball ütő? Abban a fél decis üvegekben. Nem volt elég, nekem kell még. Ja, értem, jó. Itt vagyok. Jó, hol itt? Jó. Hol itt? Hát nem derült ki. Meg azt se tudom, ki hívott. Ugye nagyon jók azok a sapkák, szerintem. Itt vagyok. Úristen, hát ne lopakodjál meg én, mert megijedek. Na most akkor mit vigyek neked? Egy féldekásod, meg egy izét, egy doboz cigit. Várjál, féldekásod, de melyiket? Mert abból is van egy csomó. A kék színűt. Kék színűt, drótkerítés szaggatót. Drótkerítés szaggatót, jó. Menjetek a Chesterhez.
Dót kerítés saggató pillanat, csak még... Bendegúz. Nem én voltam. Humálapsz, srácokkal, belőle akartok? Mennyi pénzt lehet ott keresni? Majd meglátod, többet, mint a semmi. Az mennyi? Adom. Az egész, nem tudom, kérdezd meg őket. Három, jobb megkérdezem. Akkor megyünk Bendegúz, nem? Na persze, hogy nem, igen. Vaják kolléga mondta, hogy ő nem, ő repül. Vaják. Akkor mehetünk. Megyek, no. Majd hétfőn leszek aztán. Jó van, oké, jó legyél akkor. Majd hétfőn akkor. Ha valami akkor, meg egy SMS. Meg árakat majd küldd el. Vislát. Jó, mindenképpen adom majd. Összegből mennyire kell gondolni? Innyebb szállunk egyet. Hány millióról? Köszönöm szépen. Hát nem millióról beszélünk. Ilyen 200 000 csurintról beszélünk. Az nagyon nem, jó. Nem fér el nálad. Tele van a zsebed. Főnököm, az henna ott a kezeden? Nem, festék. Főnök, a fa zsebébe csúsztattam valamit. Nekem? Igen. Oh. Inkább maga ígya meg, mint a kolléga. Miről van szó? Nem tudom. Valamik ez még nem az volt, ez még az előző volt. Jó van, tőle mehetünk, kicsit be vagyunk, most van, de mehetünk. Gerítés szagatóból, nincs esetleg még egy. Kell kezdeni haza úzé, hekkel USB, és akkor utána mehetünk. Jó van, hova kell majd menni? Mi az a UBS? Nagyjára. Bocsi. Na nézzük. Viszek magammal egy plusz golyóállót, meg egy kis tőtényt visünk még. Mondjuk egy 24 darabot, mert úgy érzem, hogy ide kell lenni fog. Na, mehetünk. Menjél utána, bár úgy tudod követni. Ez ilyen osztálykirándulás jelleg? Olyasmi. Ó, hogy az Isten, nem tudom ki volt az, de köszi. Másik irányba kellett volna menni szerintem. Hát csak ugye, hogy hol kell menni. Ezt nem akarok beleugatni, csak mondom. Én tudom, hogy merre kell menni, jó? Tisztában vagyok vele, én tökéletesen tudom, merre kell menni. Egy percre sem mondtam kétségbe, hogy te tisztában vagy vele. De igen. Fel lett, Gex. Fel lett tuningolva. Akkor kedves csak, egészségemre. Csak belső tuningos. Külsején nem látszik. Nem szomjas itt valaki? Már nem, köszönöm szépen. Így nem mondják meg a külsej alapján, hogy milyen belülről. Ezt a golyóállom ellen hogy kell fölvenni? Hát használod. Nevet köz, Léci nevet köz, ide fogok hányni. Tényleg, holnap tényleg ide fogok hányni. Nem baj az. És akkor ezt most használjam? Főnököm. Igen, de nincs hozzá. Vagy akkor Bendegúzt kérdezem. Micsodát? Most használjam a golyó állományt, vagy ráérek később is. Inkább később, mert nem akarok hányni. Jó, Léci. Jó van, már most meg. Ne, csak ne itt a kocsiba, Léci, ne a kocsiba. Jó van már. De nagyon büdös vagy, ne haragudj. Nem vagyok büdös. Ú, de mint a egy hetes záptojás. Ez is kikérem magamnak, azért remélem rossz is. Jó, vagy. Akkor két hetes zsáptojás. Nem vagyok büdös, két hete fürödtem, na. Hát, akkor nincs. Allergiás vagyok, az íze egy tusfürdőre, hát. Én meg a sagodra. Hát ez sajnál, nem tetek. Ilyen jó illatok van még mindig.
Szerintem ezek azért hívnak minket, mert hogy először úgy volt, hogy hozzájuk megyünk. Szerintem is úgy volt. Micsoda? Halló. Most akkor... Már ide jöttünk, mert a sofőrünk az nem tudta, hogy nálatok találkozunk, úgyhogy mi már itt vagyunk. Jó, nem megyünk be a két nagy ajtóig. Jó, akkor kerítésnél várakozunk. Oké, ciao. De nézzétek meg ahhoz képest, hogy ez egy ötszemélyes ilyen dobozós autó, rohadt vad. Nagyon durván megy. Főnök, mióta föl lett tuningóva, nem lehet visszafogni ezt az autót. Egy már állj már ki a kapu elé, légy, és ott várakozunk. Kapu elé? Igen, sorompó elé. És mi leszünk itt a sorompón állók? Igen, ide álljunk, félnek a re. Így jó. Nekem jó, csak ez a piá kiszállhatna már belőlem. Jaj. Szálljon ki. Nagyon vad lett volna egyébként. Kíváncsi leszek, hogy tényleg, hogy mit mondanak Robiék a frakció bővítési kérelmünkre. Jó, hazudnék, ha azt mondanám, hogy Robi véleményét ne tudnám, mert az övét tudom. Mátékére leszek kíváncsi. Főnök, te mit csinál? Fú, ez nagyon büdös, főnök, be van kapcsolva a légkondi, úristen. Arrébálok, úristen. Hú, hát ez nagyon büdös. Nem tudom, mit csinál, de az nagyon, nagyon rossz szagú volt. Hova megyünk? Sehova, csak arrébáltam, mert a főnök valami nagyon büdöset csinált a bokorban. És besívta a légkondi. Minden oké? Okay? Hogyne. Mi ez a büdös? Mondom, besívta a légkondi a főnök, amit csinált a bokorba. Nem tudom, ki se... Hát, nem akarom tudni, de nagyon furcsa hangok voltak. Meg ilyenek, szóval, érted? Visszamegyek oda, mert talán most már nem lesz olyan büdös ott. De még mindig büdös van. Ó, milyen jó lett a duda. Ez ilyen kaminyonos. Hát, beszereltettem ilyen... Mi ez a hajókürt. Kiszállok, elszívok egy... És micsodát. Meg akkor iszok egyet. Jó, ehhez tartósított egy levegőt? Edudája már jó, se nágyom meg. Ugye milyen jó, hajókürtöt szeretettünk bele. Kiütöm az üveget, de ne, hát nagyon drága, már sötétített üveg. Ha azért, hagyd abba. Hello, Zárgirien, hello. Na, fú, meg lett csinálva a Moonbeamnek a tuningolása. Megjöttek. Sajj már be! Nem tudok. Nyisd már ki. Na, próbáld most. Úristen! Még mindig büdös vagy. Nem vagyok büdös, jó? Fú, nagyon, ne haragudj, leengedem az ablakot. Most megsértöttem. Na, menjünk be. Pillanat, nagyon. Nagyon büdös, nagyon végtelenül büdös, úristen. Dehogy is. Fú, mint aki egy hete nem fürdött. Na,
ezért mondom, meg két hete nem... Ennyi, tudtam. Fordul. Arra berakok egy-két dolgot, de mostálkozom. De, raidre megyünk bizony. Gyertek majd benne. Minden oké magukkal? Úristen! Csak nálam villognak a népek? Nem, nálam is villognak. Jaj, mindjárt rám jön az epilepszia. Valami nem jó, úristen, valami nem jó maguknál. Sumi RP-be követett. Üdv a manók között. Rám fog jönni az epilepszia. Üdv a manók között, érezd jól magad. A hangotok en... Nem csak a hanguk, hát a... Villognak. Vannak bajok bizony. Mi az a vivi? Nem tudom, szeretném tudni ki az a vivi. Ú, te nagyon büdös vagy, úristen. Most megsértődtem. Azaz, reméltem. Nem vagyok üdösen, nem ez a felső. Főnök. Én. Rá kéne venni, hogy fürödjön, mert tényleg nagyon büdös. Majd bedobjuk a vízbe. Te, slagold le magad, nem slagold, mit akarom mondani, hogy maszkot vegyék ő. Már, na. És nem vagyok büdös, jó? Majd... Nagyon büdös, nem merek a közelébe menni, mert elhányom magam. Hát nem tudom, de nagyon stoboskóp volt. Igen, mert nagyon ugrálnak, vagy nem tudom, mit csinálnak. Az autó is ugrálám. Egyre keményebbek a srácok, már raidre mennek. Hát úgy hívtak minket, szóval. Nem biztos, hogy túléljük. Tehát ez nem azt jelenti, hogy túléljük, csak. Na nézzük. Pam, pam. De nagyon fiatalos vagy. Igen. Én maga vagyok a nyugalom. Óha, várjatok, már intézem is. Bemelegítek addig. Jó, tegyük. Várjatok, intézem. Ne törődjetek semmivel. Meghúzod magadat, aztán mit szóljuk erre végén. Mindjárt megleszek. Pillanat. Jaj Istenem. Most erre... Ezt most miért kell? Komolyan mondom. Jó. Kész. Ezek a falubotok, ezek nem. Nem szeretem dolgok. Nem kaptunk sokat, de akkor is. Egy 50 darab érkezett. Úgyhogy... Ne törődjetek semmivel, fiúk, lányok. Múltkor egy láthatatlan NPC rám lőtt négyet, és majdnem fűbe haraptam, elájultam, meg maradt egy hangya, igen. Életem, mondom, ez korrekt, igen. Most egyik kolléga megjött. Benne az autóba. Főnök, most miért feküdt fel a kocsi tetejére? Na, mert miért ne? Napozik a főnök egy pillanat. Nagyszerű kolléga, nagyszerű, tökéletes. Főnök, napozik, most már... Valami nem jó a világgal. Mert az autójuk is villog néha. Jó. De most jó? Azt mondja, hogyha kinyitja, akkor fogja. Nagyon durva, mint egy stroboszkóp.
Igen, Kormit lőnek, bizony. Miért jöttünk ide? Maga szerint büdös vagyok? Most csak úgy megkérdezem. Kétetem nem pont fogadott. Pont jótól kérdező, ki nem érez szagokat. Miért maga covidos? Kétetem nem fogadott. Nem érzek szagokat. Hát az miért? Hogy nem érzek szagokat. És úgy nézek ki, mint aki büdös? Nos, hadd ne válaszoljon erre az úriember, jó? Hát ne feszegesd a popollád ötletejét. Fiúkányok, aki még esetleg nem látta a weboldalunkat, felkiáltolja a weblap. És Zárgerén, köszi szépen, hogy a DC és a YouTube elérhetőséget is belinkelte. Fiúkányok, felkiáltolja IG, hogyha szeretnétek olcsóbban játékokat vásárolni, illetve van egy olyanunk is, hogy felkiáltójá shop, ha szeretnétek magatokat manós termékekkel körbevenni. Most rendeltem én is egy bögrét, mert nekem is legalább akkora dolog, mint nektek. Köszi, Zárgerél. És nem tudom, fiúk, lányok, látjátok-e? Én nem teszek különbséget a között, hogy előfizetők vagytok, vagy nem. Nekem az a lényeg, hogy itt vagytok. Hogy érezzétek jól magatokat. Megsértettem. A zsaut olyan, mint a stroboszkóp. Kinyitod az autót, a dövész meg kiszállt. Valami nem oké egyébként, azt én is látom. Most már elméletleg jó lesz. Oké. Úristen. Semmi. És itt lőnek? Jaj, köszi kopasz, ez most jól esett. Jó, nem oldalra. Hűha, és ezek meg jól is céloznak. Hűha, de erről nem volt szó. Kelj fel, babám, kelj fel. Most már mindegy, ott mentem be. Ez mi? Ezt trade-nek hívják. Igen, bizony. Nekem fontos a tepsi épségem. Tepsi épség? Úristen, milyen fegyverek? Add ide! Mindegy. Egy ember figyelje a hátunkat, a másik kettő ezt az ajtót, jó, én fedezem. Melyik ajtót? Est itt? Jó, ezt az ajtót figyelem. Figyel, Micsi macskó. Itt miért lőnek ránk? Nem tetszik a pofánk nekik? Itt van egy nagyon értékes dolog, azt védik. Úristen. Ez egy X-vegyszer. Gyors isok. Na mi van most? Most éppen törjük az ajtót. Ja, jó. Én nagyon izgulok. Mert a vietnames egészségedre. Akkor köszönöm, már nagyon somjas voltam, gyors esek is. Hát nektek sokkal ütesetek beenni, meg inni. Nem tehetek róla. Aztán még én iszok sokat, ugye? Nem, te csak büdös vagy. Na, ezt azért, na. Ezt kérem magamnak. Kérheted, attól még igaz. Jönnek majd még ilyen emberek, vagy mi van? Jöhettek tovább.
Újra fogunk tévedni, mint a sar. Oké, futok, futok, úristen, úristen. Imádkozz majd. Imádkozzak, hát mi atyán ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Ki az a Santi? Hát a vizé, télapú becézve. Santi, Santi, hé. Tantaradadada. Úristen, úristen. Főnök, főnök, most mi lesz? Úristen. Mi? Úristen, mi? Úristen. Semmi, csak aggódok, hát fegyveresek miatt, úristen. Most mi lesz? Jó, Istenem, összevéreztem magam, hogy valaki összevérezett engem. Én is nyugodt vagyok, hogy olyan messze vagy tőlem. Ameddig engem lát, mindenki, addig nem kell félni. Nem látlak, mert maszk van az arcodon. Meg nem látom, mert olyan felhő van körülötte, az a bűs felhő. Hát mivel nincsen fürdőkád a telepen, nem tudok hol fürödni. Már hogy ne lenne, zuhanyzó van a lakókocsiban. Hát de oda meg én hogy menjek be? Hát ugyanúgy, mint mindenki más, kaptatok kulcsot. Akkor be is költözök. Na szép, még be is akar költözni. A feltörés van folyamatban most éppen? Csak van, hát megvárunk, itt nem megyünk addig tovább. Ja, imádkozás van? Igen, már megtalálta a csapóajtót, ami az EU autóparkhoz viszi. Itt van olyan? Szokott, igen, sajnos. Jaj. Na, hát valami mindig van. De általában csak azt viszi el, aki USB-vel hackeli az ajtókat. Jaj, értem. Pontosan. Ez ilyen számítós dolog? Egyszer jövünk ilyen helyre, akkor is valami gond van, látjátok? Ez már csak ilyen. Hey, assface! I'll kill you! Jönnek, sokan! Honnan? Mögölünk is! Hátból fognak jönni. Honnan? Úristen, hát majdnem össze is a húgyostam magam. Akár kilőtt, jó volt. Hát én lőttem. Én lőttem. Ki ez az én? Én. Szöszi. De én lőttem le. Fejbe lőtted, vagy hova lőtted? Hát nem tudom, csak lőttem. Le. De nem akarom, hogy megöljé, hagyjál békén. Tehát ezek lőnek. Nem tudom. Honnan? Nem tudom, de ezek lőnek. Uha, lehet, hogy mások is jöttek ide. Hát nagyon lövöldöznek. Nem tudom, hogy hova tűnt a sösi. Fedezékbe, menjél fedezékbe! Fedezékbe! Nézem ezt a kaput! Ti nézzetek hátra! Nézzek hátra! Úristen, majdnem meglőttelek! Nem tudom, ki kiabál, de nagyon kiabál. Megint félregjük. Hát nem hangzik túl jól. Nem hangzik túl jól. Get some of this!
Gondoltam. Ezt én lőttem le. Ez én voltam. Fejbe elég egy lövés nekik, jó? Ó, pintyúsz, basszus! Jézusom, majdnem magam alá csináltam, köszi. Ez nem volt fejre egy lövés. Valami... Jézusom! Rész, köszi szépen a hangot! Úristen! Ja, most elkezdő nyomatni, na várjatok, az alerteket kinyomom. Azt nem kell, nem kellenek az alertek. Ki kiabál és miért most mire várunk? Hát nem tudom. Megöltek! Még jó, hogy felfogta a golyóálló mellé. Úristen! Honnan jött be? Ajtó. Melyik ajtó? És hol vagy? Mi a fejszámod? Atya úristen, annyira izgulok már, hogy ez van borzasztó. Kérsz egy kis okosságot, főnök? Mi? Milyen okosságot mondod? Szatmári adag. Jaj, nem hiszem szépen. Még jó vagyok, még remélem annyira nem hangos a billentyűzetem, mert ugye egy csendesebb billentyűzetre váltottam, de még mindig nem az igazi, úgy érzem. Feltörés van, vagy most mi van? Én nem tudom, de megyek utána. Ha csak benéztem, megvárjuk itt azért. Sokan vannak? Nincsenek, üres. Én úgy tudok már, jó. Dam ba dam ba dam 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 ba dam ba dam dam. Golyóálló mellénye hogy van, főnök? Egyben van meg? Egy nagyon kevés van még, egy pár százalék. Nem akarja kicserélni? Van nálam egy plusz. Dobsz egyet, ezt megköszönöm. Hát egy darab van, sovast adom. Hát akkor dobd ide. Tessék, cserélje le, főnök. Te miért a telefon? Ne a telefon, vedd el a just, álljon már meg. Lőnek? Lőnek? És kifelé is fognak ránk lőni? Semöldökét? Főnök, tök jól néz ki. Akkor most már rendben van? Valahol lőnek. Menjek eléd. Valahol lőnek. You fucker! Ez majdnem én voltam. Főnök, nézzen maga köré is, mert bármikor kijöhetnek itt mögülem a liftből is. Úgyhogy óvatosan. Jó. Már villancik. Troposzkóp. Ilyen jó fegyverük van, ezt szakadjanak, meg ilyen kéne nekünk is. Megkérdezik, csinálnak bele, de jó néz ki.
Hát főnök, főnök, én tudom, mit kezdenék vele. Szétszedném. De most ezt miért mondja? Én soha nem szednék szét. Mit szednél szét megint? Ön mindent is. Bár azért egy ilyen fegyvert nem szednék szét, hanem de jól mutatna a kezemben, úristen. Micsoda? Nekünk van hasonlónk otthon. Az kemény. Jaj. De kolléga, hogy csinálod, hogy ilyen penceket nyomsz? Célzok és megfeszítem ezt a részem. Oh. Milyen jó, hogy ilyen spaces ma itt vannak. Nem azt az izmodat te, az a te hasra esel, Gustav. Az ja, a hasra én esős izmod. Csak ide jöttem meg védenek tőnököt. A testeddel úgy. Végén még kinyírnak, aztán nekem kell átvennem a telepet. Most akkor ne kenjél féned. Figyeljetek, folyton célozva legyetek már. Az ukrának lefel az erősítés nekik mindenhonnan. Bajzanyi kúrstén. Igen, az előbb a libből jött ki szépen. Igen, az elmondom, hogy folyamatosan célzásba legyetek. De begölcsölök itt. Meg próbáljátok meg googolva közlekedni, és úgy nehezebben bírják ellőni a lábatokat. Aha. Na, el vagy keseredni. Mehetünk tovább. Nem látok senkit. Hát én sehol se látok semmit. Hoppolunkat is figyeljük. Jó, én figyelek hátrafelé, figyelek. Az üveg mögül is gyűhetnek? Golyóállók az üvegek, úgyhogy ezen nem tudnak átlőni. Velünk szá, hogy így néztek szembe, vagy én nézek szembe, onnan jöhetnek, meg majd okay. Kinyílik az ajtó, onnan jöhetnek. Jó. Na. Hát addig várakozunk, fiúk, lányok. Nektek hogy tetszik eddig a Human Labs, attól függetlenül, hogy kicsit bogaras? Hogy kell csinálni egyébként ott benne? Ahogy értve, hogy most... A kolléga mit csinál? Új lenyomatokat keres. Öt darab új lenyomatot keres, hogy kinyíljön az ajtó. Igen, ugye az öt darab új lenyomatot kell megtalálnia. Nem tudom, rendőr vagyok. Tudom, Pintyusz, de attól még tudsz róla véleményt alkotni, hogy tetszik-e neked ez a része, vagy nem. Időkorlát van hozzá? 5 perc. Ötletesnek ötletes. Igen, igen. Hát kicsit bogaras, ahogy látom, de teljesen jó. Plusz RP az illegálnak. Hát, hogy most mennyire RP vagy nem RP, az egy másik kérdés, de igen. Yes. Hello, Toxic! Nemhogy itt lennél. Valaki figyeljen hátra! What the fuck?
tartsátok a hátra. Jó vagy, hődököm. Megvan. No! Fuck off! Mögött. Go to hell! Melyik frakiban vagyok? A telepen, roncs telepen. Siessetek! Mögülünk nagyon jönnek! Meg vagyunk, mehetünk. Oké. Főnököt meglőtték elég erőteljesen. Fő tudja valaki venni vállára? Megpróbálhatom. A főnök. Igen, és büdös is. Gyere. Siess. Gyere, figyelek mögéd. Nem rossz, de a másik izgalmasabb, úgy gondolod? Az Argerian. Figyelj. Nekünk ez is bőven elég. Mondjátok már neki, hogy ez a bája nekik. Jó, majd mondjuk, mert tudom, hogy dagadt. Mindjárt kint vagyunk. Futás ki! Hú! Odállok, kocsival jó, Zse, hívjunk hozzá mentőt? Nem, bevisszük mi a kocsinkra gyorsan. Oké. Ez micsoda? Most én nekem miért kell? Na mindegy, jó, megcsinálom. De hát ez a saját autónk. Iha. Gondok vannak. Figyelj, ott. Ó, Atom, köszi szépen. Mindjárt húzom is ki magam. Jaj. Valaki megpróbált az ár feltörőzni? Hát lehet. Érdekes. Megyünk mi haza. Ahogy gondolod? Hát, muszáj haza menni.
Mikor kapjuk meg a pénzt? Én nem tudom, majd a főnök elintézi, vagy hogyha nem, akkor majd jönnek. Úgyse vernek át minket, mert ővel itt jóban vagyunk. Vagy ha átvernek minket, hát akkor úgyse tudunk mit kezdeni. Így van. Belenyúltam a kesztyűtartóba, ott van pár dolog. Hogyha gondolod, akkor inkább te használd el, mint én. Hát de miért nem? Mert nem szabad nekem. Köszi Toxic, köszi a hangot. Hát azért nem gondoltam, hogy túléli a karakterem és ilyen minimális sérüléssel. Majd ki kell pakolni a kocsiból, mert tele van csúccsal. Jó, nagyon jó. Kipakolta a csomagtartónkat. Ki? Hát nem én voltam. Hogy tudom megvenni ezt a izét, ezt a... Ott sehogy. Majd el is. Azt is kipakolták a csomit. Na szép! Tehát valaki jött. Hol tudok akkor itt lezuhanyozni? Hát ott a házban letudsz. A lakókocsiba? Igen. Oda hogy tudok bemenni? Hát be tudsz menni. Aha, nézem. Nézzük, van-e hamis. Ez nem jó. Ó, ez jó. Ez egy hamis fegyverengedély. Ez jó. Kik pakolták? Ki? Fogalmam sincs. Nem gond, egyébként nem volt olyan vészes cucc benne. Hello, bocskeibe. Nem tudom, egy kicsit azt furcsának érzem, hogy honnan tudták. Na mindegy. Nem, lehet, hogy én gondolom rosszul. Törjen fel az zárat és úgy. Nem, majd mindjárt beengedlek. Azt megköszönöm. Nagyobb büdös ez a felső. Úgyhogy meg akarom mosni magamat. Nem tudom, számomra ezek a dolgok mindig olyan furák. Hogy miért pont akkor? Nem baj, fegyverengedély már van. Jogosítvány. Ez se jó. Lehet jött valaki más is rédelni. Igen, benne van. Csak az időzítéseknek számomra olyan furák mindig, tudod? Megvan. Na, gyere beengedlek, gyere! Bent kell lennie, várja. Nem az. Előfordul.
Előfordul. Igen. Nagyon patika. Várja, nem menj sehova, várja. Tessék, adtam kulcsot. Na, kimegyek, jó? És akkor ezt tudom használni? Igen, tudod használni. De nem a tiéd, nem a tiéd. Jó van. Végén még képes is beköltözik. Na, igen, egy kicsit furának érzem. Az időzítések, tudod? Mindig olyan érdekesek ezek a dolgok. Elég sok illegál farmolja, amúgy köztük mi is. Igen, Zargerien, tudom, hogy nagyon sokan... nagyon sokan farmolják, de... attól még fura. Főleg, hogy kikészül, zárfeltörővel oda, érted? Na mindegy, ez csak az én eszmefuttatásom, ne is törődjetek vele. Velem van a probléma valószínűleg. Mi történt, afkoltam? Hát Redby... szerencsésen megvolt a Human Labs, szerencsésen túléltük, kivéve a főnököt, és hát míg benn voltunk, kipakolták az autókat. Na várjatok! Még kondi ki. Gyors hozok autót. Nem csak már egy pár dolgot tapasztaltam ebben a játékban. Tudjátok, aztán... Így az ember hajlamos úgy állni a hozzá a dolgokhoz, hogy... Az időzítések furcsák. Állja meg, ide a kulcsot! Add ide a kulcsot, add ide! Ó, hogy szakadjál meg! Úgyhogy én csak ezért furcsálom. Lehet, hogy én vagyok ilyen... mindenkiről rosszat feltételező, de... majdnem jó, valahol itt lesz. Tudjátok, azok után, hogy a... hogy MG-n kaptuk az egyik frakcióbelinket. Én már semmi sem lepődök meg. És azt tegyük hozzá, hogy én végtelenül... rosszul viselem azt, amikor valaki csal. Mert ha én nem teszem, akkor más miért? Nagyon jó. Ez is megvan. Igen, ez szomorú szerintem is. Hogy van akinek élvezet, hogyha MG-zhet. Így van, ezt sose tudjuk meg. Hát mondjuk, ja. Várjatok, most megnézem a... hány zárfeltörő maradt nálam.
Három darab azért az nem olyan sok. Hello zombi, hello hello. Sokan csinálják, sajnos. Igen, igen. Én súlyosabban büntetném. De ez megint csak az én véleményem, ne is törődjetek vele. Redby, lehet, hogy így van, de gondold el, ki vinne zárfeltörőt egy raidre? Vagy egy ellenőrzéshez? Nem teljesen értem. Én is kipakoltam a zárfeltörőket, pontosan azért, mert minek, nem kell hozzá. Ahogy a papírok sem kellenek, meg egy csomó minden. Undorító az MG, ugyanitt piros furgonból cuccok eladók becsületes megtalálótól. Na, szép, Markodjú. Hello, hello. Azt hittem már azt írod be, hogy ugyanitt boiler eladó. Nem tudom, valahogy a... Mióta rajta kaptuk a kedves frakcióbeli társunkat az MG-n, azóta jobban ugrok rá. Volt benne boiler, akkor az is. Jó. Jó ez az autó. De az FPS számon viszont eléggé ugrál. Francba. Jó, hát a rendőr is tegnap instant vágta, hogy telepi vagy, bizony. Pedig semmi nem igazolta volna. Kár érte, fel akartam törni ezt az autót. Láttátok ti is? Figyeljetek. Na, itt látszik, nem látszik, most éppen nem. Az előbb látszódott. Meg vagyok figyelve. Oda kell figyelni. Nem szeretem ezt a bácsit. Ugye tudjátok most mi jön? Az, hogy egy önlőve. Na, pakolja ki! Ne sórakozz! Hát ez nem volt szép. Ez tényleg nem volt szép. Hát szégyeljed el magadat. Szégyeljed el magad. Komolyan mondom. Csak direkt körbenéztem a karaktert, mert nehogy az legyen, hogy eltalált miközben. Én nálam nem. Mert fura volt. De nagyon rossz az FPS sem. Nem tudom miért, várjatok, én ezt megnézem. Pillanat, F8. Aha, 26 FPS. Az hogy? 27. Azért érzem én ezt. 22? Jézusom! Hát nem szokott nekem ilyen rossz lenni. Jézus! Fiúk, lányok, azért úgy mondanám csak zárójelben, hogy a netem az tökéletes.
és 3700 XL, 3060 12 gigás videókártyával, 16 gigarammal, 23 FPS van most a városban. Várjatok, azt mindjárt megcsinálom, hogy ti is lássátok. Ezt nézzétek. Ott a bal felső sarokban. Az nagyon csúnya, 21 FPS. Úristen. 19. Az hogy? Nem szokott, figyelj, soha nem szokott ilyen rossz lenni az FPS sem. Jézusom. Hát olyan 50 FPS meg a fölött szokott lenni. De most ez a 30 FPS, ez nagyon csúnya. És kimegyek a városból, szerintem akkor jobb lesz. Hát nem sokkal. Nem tudom, valami nem gömbölyű. Jézus, 20 FPS. De ez nagyon csúnya, mert nem szokott nekem ilyen lenni. Látjátok, ti is gondolom, hogy akad. A frame-et nem droppolok. És nézzétek meg, még mindig csak 34-35. Hello Avalion, hello. De nem szokott ilyen lenni, azért csodálkozok, hogy most ilyen 30 FPS körül érték van. Valamit nem gömbölyű. Na mindegy. Minden esetre... Na most hirtelen fölment 40-re, de... Nagyon vacak. Megnézem gyors itt a boltokat. Addig visszaér a főnök, hát ha megtudjuk, hogy mizu. Mit kaptunk a raidből? Hello Áronka, hello. Na úgyhogy most látjátok, direkt a felső sarokba kitettem az FPS számot, és a névjegyeknél vagy a weboldalunkon is megtaláljátok a specifikációt. És SSD-n van, M2-es SSD-n van a játék, szóval... Kicsit félek. Miért félsz, Áronka? Leejtettem egy makroobjektívet 20 mm-est és megferdült. Hát akkor szerintem leszedi a fejem. Makroobjektív? Az nem 2 forint. Hát igen. Igen, szerintem számíthatsz rá, hogy kicsit ki fog magából kelni. Tartalékfejittel adó, igen, hát ez lehet, hogy kelleni fog. 37 FPS. Ó, hogy az Isten, köszi Toxic. Bejöttem a boltba, 40 FPS, nagyon csúnya. Ez nem volt szép. Ez nem volt szép, azt kell, hogy mondjam. Ugyanazt a márkát nézted, Áronka? Nem olyan sok. Gondolj bele. Gondolj bele abba, hogy most akkor neki kell venni egy újabb 3-as szettet egy objektív miatt.
Húha. 22 FPS volt az előbb. Azt láttátok? Jó, szerintem itt valami nagyobb dolog van a háttérben, úgyhogy jövök vissza a telepre. Jó ez az autó, vagy legalábbis nem olyan rossz. A boltozás az bukó. Na. Fiúk, lányok, mivel most, ahogy látom, nagyon nyögvenyelős a szerver, ezért én nagyon megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, ne menjetek sehova, mindjárt rédelünk egyet, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, az egész heti támogatást mindent köszönök, valaki közben megérkezett, lehet, hogy a főnök, de ránézek, várjatok, azt még megnézzük, hogy ki jött. Iha, itt azért nagy bajok vannak. Itt nagy bajok vannak. Na szóval, nagyon szépen köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, az egész heti támogatást, az, hogy itt voltatok, az, hogy néztetek mindent. Várjatok, beengedem őket. Úristen, megyek aludni. Várjatok, mert nem látlak titeket, csak így. Minden oké? Okay? Nem hallok. Majd a főnök intézi. Na, hello. Nem, hát ez... Látjátok, ez így nem. Úgyhogy én most fogom magam. Majd utólag megtudjátok. Á, ne, ez nagyon gáz. Na, itt fogok kilépni. Fiúk, lányok, tényleg köszönök mindent, ne menjetek sehova, rédelni fogunk. Hello, Zárgérien, köszönjük, hogy itt voltál. Nézzük, hogy ki tudunk rédelni. Ránézünk pillanat, ne menjetek sehova. Nézzük, hogy ki Winchester van vajon, facsiga. Van facsi. Akkor most olyat teszünk, amit nem szoktunk. Berédeljük facsigát. Csatlakozzatok a raidhez, és legyetek szívesek, írjátok be neki, hogy #manoraid. És akkor meg fogjátok tudni, hogy mi történt, mi nem történt, mit kaptok, mit nem kaptok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok!